csend gyakorlaton vagyok, hogy nem mondok semmit. Na jó. Szóval a tegnapi nap során felkért engem Csongáncunim hirtelen és váratlanul, hogy tartsam meg a Dharma beszéd bevezetőjét. Rám testálta, hogy mi a téma, és az első pillanatban azt gondoltam, hogy viszonylag közeli és kellemes emlékem az esküvőm. És hogy ennek mi a zen vonulata. Nagyon sok úton jártunk az elmúlt 8 évben a volt mennyasszonyommal, most már a feleségem, és hát nagyon, nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mi legyen az esküszöveg. A hétköznapi esküvőnk is, mondjuk úgy, hogy hétköznapi, ami nem itt a Dharma teremben volt, a hétköznapi esküvőnk sem volt hétköznapi, egy belvárosi társasház tetején volt, egy 8. emeleti teraszon viszonylag sok ember jelenlétében, ráadásul a nagybátyám, hát hogy is mondjam, celebrálta nem egy házi szertartás. És azt sem tudtuk előre, hogy ő mit fog nekünk mondani, és mi sem mondtuk el neki, hogy mi mit fogunk mondani. És nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne úgy megfogalmazni az esküszövegét, hogy a Földön maradjunk, hogy megtaláljuk az ideálist egy ilyen reális helyzetbe, hogy reálisak tudjunk maradni egy ilyen ideális helyzetbe, hogy ne használjuk azokat a felesleges közhelyeket, amiket a hasonló helyzetekben tapasztaltunk. Végül azt mondtuk, amire gondoltuk. Tehát most ez a banális, persze kigondolom, és aztán azt mondom, amit gondolok. Az esetek többségében ez nem így van. Akinek volt már esküvője, az tudja, akinek nem volt, az majd megtudja. Nagyon komoly társadalmi elvárások vannak, szülői, rokoni elvárások, és ezek a legtöbb esetben nem tesznek lehetővé olyan szabadságot, mint amit mi szerettünk volna. Aztán amikor eljutottunk oda, hogy végül is azt mondtuk egymásnak, hogy úgy, ahogy vagy, a hibáiddal együtt, és addig, ameddig csak lehet, akkor ez meglehetősen furcsa visszhangot keltett, és volt, aki azt mondta, hogy visszahozta a hitét az esküvő, még maga a ház intézményébe, és volt olyan, aki nem volt ott az esküvőn, de megnézte a videót, és a videó megnézésével másnap megkérte a barátnője kezét, mert azt mondta, hogy hát így is lehet. És mindez hosszú-hosszú hónapok után alakult így, hosszú szervezés, gondolkodás, hogy mi is legyen, és tényleg a szinte központi kérdés volt az esküszöveg. Aztán egy kicsit később, ahogy a lehetőség hozta, mi már előre tudtuk, hogy az egész esküvő, meg maga a házasulás is egy felekezet szavatosan fog történni, viszont azt már tudtuk, hogy mi ketten külön Csongáncunim áldását is fogjuk kérni később, hát amikor visszajött. Viszont amikor megkaptuk a szöveget, nem, amikor a nagybátyám összeadott bennünket, akkor döbbentünk meg elsőre, hogy az, amit ő kiválasztott egy Vörös Sándor versből egy részt, az gyakorlatilag szó szerint megegyezett azzal, amit mi eskütételként mondtunk el. Hát ha nem is szó szerint, nyilván ő sem, Vörös Sándor, mi sem vagyunk azok. Tehát, és amikor eljöttünk ide, és megkaptuk az esküvői leíratot, akkor döbbentünk meg harmadszor, hogy gyakorlatilag azt kaptuk meg, és itt volt készen, amit egy csomót gondolkodtunk előtte. Úgy fogtuk fel egy kicsit, mint egy kohan gyakorlat, hogy tessék, old meg! És hát az élet adta a feladatot, mi gondolkodtunk, és együtt, de ketten együtt megtaláltuk a megoldást, és ezek nem szavak, tehát ezek nem pusztán szavak. Aki ismeri a volt mennyasszonyomat, az tudja, hogy mennyire komolyan vagyunk együtt. És az, hogy megtaláltuk itt is, egy teljesen más útról, de ugyanoda visszakanyarodtunk, és ugyanazt az eredményt találtuk, megerősített minket nagyon erősen.
Én azt gondolom, hogy ezt szavakba kifejezni, én annyira nem tudom, viszont hogyha megengeditek, akkor felolvasnám azt a néhány sort ebből a Veres Sándor versből. Nem azzal közeledni hozzád, vagy bármihez, ilyet és ilyet akarok, megfelelsz-e, hanem azzal, milyen vagy, mert olyannak óhajtalak szeretni, amilyen vagy. Teljes igénytelenség ez, és teljes igény. Mert nem csak az csendül belőle, olyan legyél, amilyen vagy, hanem az is, és saját hajlamaid által emelkedj és tisztulj odáig, ameddig csak bírsz. Hát nagyjából ezt szerettem volna elmondani nektek, hogy bármilyen úton mentünk előre, gyakorlatilag mindig ugyanúgy jutottunk vissza. A személyiségem fejlődése szempontjából hihetetlen magasztosan éltem meg. Azt gondolom, hogy ilyen formában még soha senki nem tette fel ezt a kérdést. Azt már számtalanszor föltették, hogy na és milyen a házas élet. Nyilván akik ezt a kérdést ilyen közhelyesen teszik föl, azok azt a közhelyes választ várják, amit általában szoktak föltenni, amit általában szoktak ezért kapni. A férfiak a megfelelő közhelyes kérdést, a nők a megfelelő közhelyes választ. Most az, hogy a személyiség fejlődésemben mit jelentett, hát meggyőződésem, hogy kiteljesedettebb. Nem hiszem, hogy el fogom érni, de kiteljesedettebb lett annál, mint amilyen előtte volt. Olyan biztonságérzetet nyújt, és nyilván kölcsönösen, amit nehéz meghatározni. Tehát itt nem arról van szó, hogy biztos párkapcsolatban vagyok, vagy valami más biztonság van mögöttem, hanem egy olyan társál mellettem, ami ez nem kellett szó sem. Tehát gyakorlatilag bármikor tudom, hogy egy jó kapcsolatban vagyok. Akkor is, hogyha itt vagyok, akkor is, hogyha otthon vagyok. Akkor is, ha ő van itt, és én vagyok otthon, vagy ami még sose jött össze, hogy egyszer legyünk itt. Leszámítva az esküvőt. Alapvetően amit vonalba hoztam, ez a fejlődjünk egymással. Tehát, hogy mind a ketten segítsük a másikat, hogy aként, amíg vagyunk, tudjunk még többet elérni, de együtt. Szó szerint nem tudnék idézni belőle, de nagyon erős benyomást gyakorolt rám ez is, és tehát talán a legfontosabb dolog, ami szerintem a többi egyházi jellegű, vagy egyáltalán esküvő tevékenységnél, szertartásnál nincs meg, és az a leborulás. Az egymással szembeni leborulás. Ez nagyon jelképes volt, de hihetetlen erős. Tehát amikor az ember a saját maga fejlődési vonalára gondol akkor, amikor leborul és azt kívánja, hogy azok a dolgok jobbak legyenek, amit ő mondjuk nem úgy él meg, a személyiségét szeretné fel. Itt egyetlen leborulás elég volt ahhoz, hogy tökéletesen érezzem azt, amit ő is ugyanabban az egy leborulásban. Hogy egymás előtt leborultunk. Még viccesen meg is jegyeztem egyébként egy másik alkalommal, amikor Csongan Szunim szóvá tette, hogy kvázi egy főpróbát tartottunk, és hogy hát jobban is megy az a meghajlás. És akkor azt mondtam, hogy hát ugye én ezt más vonalról ismertem, hogy a meghajlásnak olyannak kell lenni, hogy akár a fejemet is vehesse, aki szembe áll velem. Tehát annyira mélyen kell meghajolni, hogy én ne lássam az ellenfelemet. Na most egy ilyen leborulásban mind a kettőnk személyisége meghajol a másik előtt, és ez szerintem sokkal erősebb kötődést alakít ki, mint bármi más. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy az őszinteség mennyire fontos, hogy nyitottak legyünk egymással. Ez nem azt jelenti szerintem, hogy minden titkunkat meg kell osztani másikkal, de hogy is kell, hogy legyen mindenkinek egy saját kis individuma, amit megtarthat. De akkor, amikor őszinték vagyunk a másikhoz, és olyat mondunk valakinek, amit mi mondunk magunk, akkor a másik tudja, hogy ez csak ő kapja. És attól még lehet mellette más, amit nem is akar a másik tudni. Viszont ez olyan fokú bizalmat alakít ki egy kapcsolatban, ami lehetővé teszi azt, hogy legyen más titok. Tehát
egyszerűen attól, hogy valaki teljesen kitárulkozik, és mindent magából odaad, az általában még talán ront is egy kapcsolati helyzeten, pláne hosszú távon, mint sem az, hogy az ember tudja, hogy bármit tesz, azt úgy teszi, hogy az őszinte, és nem kell aggódnom azért, mert valamit nem mondott el, lehet, hogy csak meglepetés szülinapi partit szervez, azért titkolózik, sem azért, mert valami más történik a háttérbe. De ha egyszerűen nem mondja el azt, ami belül őt marja, vagy egy öröm, vagy valami, mert meg akarja tartani magának, akkor is tudjuk, hogy az nem azért teszi, mert el akarja venni tőlünk azt, amit nem mond el, hanem egyszerűen azért, mert a sajátja. És mi örülünk neki, hogy neki is van valami, ami a sajátja. Köszönöm szépen. Szervusztok, köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. És egy nagyon szép bevezetőt hallottunk az esküvőről és a világi fogadalmakról, hiszen ez is egy fogadalom, és egy kötődésnek a létrehozása, amit én személy szerint sose értettem, hogy miért kell. De aztán, ahogy az idő haladt, az úgy nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi kötődések, azok rituálék nélkül nem jönnek létre. Tehát egy nagyon érdekes ilyen mentális hegesztést kell valahol megvalósítanunk, ahhoz, hogy a hétköznapi szavaktól erősebb, egy annál sokkal súlyosabb, komolyabb kötés alakuljon ki, ami hát kiállja az idők viharait. És nézd meg, az esküszöveg, a fogadalom, bármiféle eskütétel, legyen az házassági, katonai, vagy egyéb eskü, az ilyen nagyon speciális körülmények között mondatik ki. A fogadalmak is. Tehát amikor itt fogadalmi szertartás van, akkor azt, annak megadjuk a módját. Pontosan azért, hogy az akkor kimondott szavak pontosan azt tegyék a tudatban, amit a fogadalmat tevő vagy tevők szeretnének. És hogyha megnézzük a mindennapi életet, általában nem így vagy nem egészen így működünk. És azért, hogy a szavaknak valós értéke legyen, és tartós értéke legyen, ezért van szükség ezekre a rítusokra. Tehát ott is, ahol még egy nagyon hippiszerű esküvőket szeretnek, Amerika, Nyugat-Európa, stb. Itt is nálunk vannak ilyen stílusú, nagyon szabadon felfogott esküvők. Ott is a rítus abszolút látható és teljesen nyomon követhető. Úgyhogy akármilyen rítussal, szertartással, fogadalommal vagy útonjárással kapcsolatban, ha bárkinek bármilyen kérdés van, szívesen megpróbálok válaszolni rá. Mond. Mik az ismérvei egy érett személyiségnek, aki érett ahhoz, hogy egy ilyen fogadalmat tegyen? Vagy egy tudatnak? Az az ismérve először, hogy nem a formában bízik, hanem önmagában és a másikban. És ennek ad egy formát. Tehát, hogyha kialakul egy kellő önismeret, akkor ez önbizalommal jár, és ennek alapján, ennek a terében meg tudja ismerni a másikat is. De amit magadban nem látsz, azt a másikban sem látod. Amit magad elől eltakarsz, azt a másik is ugye a háttérben tudja tartani tudattalanul nagy részt. És ez az érésnek az akadálya. Ezért nem tudnak kinyílni egymás felé az emberek, mert van valami, amit még maguk sem szeretnének látni. Tehát amikor érsz, akkor ezek a vakfoltok, ezek szépen eloszlanak. Ezek szépen feltisztulnak. És az érett személyiség ez keresztül ment annyi külső és belső konfliktuson, annyi szélsőségen, hogy ezen keresztül megtapasztalja önmagát, nem úgy, ahogy szeretné látni magát, hanem ahogy ő valójában van. Az ilyen konfliktus helyzetekben, válságokban hozott döntések azok, amelyek a személyiséget definiálják. A válság olyan, amikor határokhoz, kényszerű választásokhoz érkezel, ahol a dolgok, az állapotok, a kapcsolatok át kell, hogy alakuljanak, mert nem maradhatnak olyanok, ahogy eddig. Ez a válság, a változás kényszere. Na most, hogy ekkor merre mész, az tényleg azon múlik, hogy mit látsz önmagadból, a világból és a másikból. És az érés az pontosan azt jelenti, hogy
hogy egyre inkább tisztán látunk. Egyre inkább megengedjük magunknak, hogy az igazságot lássuk. És hogy még ennél sem ragadunk le, hanem tovább megyünk, és elkezdünk úgy tenni, cselekedni, működni, hogy az életünkben felvett irányt azt követni tudjuk. És ezért kell egy nagyon komoly szándék és irányvétel az ember életében. Ez a rítusok elengedhetetlenek. De ennél sokkal mélyebb megismerésre van szükség ahhoz, hogy a rítus az kellő hőmérséklettel ugye hegesszen, és azt a bizonyos kötést azt megvalósítsa. Ugye az érett személyiség az eleget látott, eleget tapasztalt, és végül, de talán elsősorban az én képéből már nagyon sokat leadott. Tehát ez az érésnek az egyik alap dolga, hogy amit a saját énednek, az azonosságodnak, az egoitásodnak hiszel, azt már szépen visszaforgattad a nagy komposztálóba. Tehát a téves nézetek tárházából visszanyerted az energiádat. És akkor sokkal, de sokkal kevesebb vágy és dütípusú reakció van. Akkor ez a hegesztés, ez marad. Mert hogy mi nem csak hegeszteni szoktunk, hanem utána a kis TNT-s köteget rá, a zsarolás időzített bombájával oda illesztjük a gyújtót, és utána, amikor a türelmetlenség az azt mondja, hogy most már aztán szervusz babám, akkor felrobbantjuk az egészet. Tehát a hegesztő és a robbantó ugyanaz. Csak mit csinálsz a hővel, és mit csinálsz az energiával, ez a kérdés. Tehát az azért gyönyörű, hogy ugye nyitva hagyod a varrat végét, hogy ameddig tudjuk, ameddig bírjuk, ameddig lehet. És ebben benne van az, hogy ez rajtunk múlik, ez pillanatról pillanatra rajtunk múlik. És akkor nincs az, hogy be vagy zárva egy kalodába, és akkor lehet az, hogy akik eddig ezt nem látták és nem hallották, azoknak visszajön a hite. Mert valahol relevánsnak érzik, valahol ismét meglátják magukat ebben az egész folyamatban. Hogy igen, ezt én csinálom, és utána rögtön ezt mi csináljuk. És önként vállalt kötődésünk van azért, hogy azok az értékek, az az intimitás, őszinteség, szeretet, stb., ami egy emberi kapcsolat kohójában jelenik meg, hogy az meglegyen. És ezen nélkül a kötés nélkül nincs. Tehát ezért hozzuk létre az otthont, és ezért leszünk társak, és ezért csináljuk azt, amit csinálunk ugye a mindennapi életben, hogy ezt védjük, és hogy ez meglegyen. És na most, amennyire édetlenül mentél bele egy kapcsolatba, annyi konfliktusod lesz. Ez egyenesen arányos. Amennyire éretten mentél bele egy kapcsolatba, annál inkább tudod a másiknak a jelét észrevenni. Annál inkább közös térben vagytok. És annál inkább a lelkek egymásra találnak. És amikor csat van, mert néha olyan a csillagállás, hogy ahol az a konyhakés, tehát van ilyen, tehát amikor ilyen van, akkor azonnyomban észreveszed, és megint visszaforgatod a téves nézetek gyönyörűséges komposzt halmába azt, amit ilyen ki akartál pökni magadból, és majdnem megtetted a másikkal, de nem tetted meg, mert a tudatod tiszta terében, tiszta tükrében ezt megláttad. És ezért van akkora nevelő hatása a kapcsolatoknak, és akkora lehetőség, hogy a személyiség fejlődjön, mert ugye csak egymásban láthatod meg ezt a visszajelzést. Ha magad nem láttad meg, akkor a másik az tolja vissza. Azon nyomban reflektál. Azon nyomban. És ez kikerülhetetlen, még akkor is, hogyha reflexió néha torzul. És az, hogy egymásnak ezeket a torzulatait szépen ki lehessen egyengetni, ez hatalmas türelemre van szükség. Tehát olyan, hogyha tényleg az a cél, hogy érett és megvilágosodottabb személyiségek vegyenek részt a kapcsolatban, nagyon nagy munka. És ettől vannak olyan minőségi kapcsolatok és minőségi családok, hogy ránéz és azt mondta, hogy mintha nem is ebben az országban élnének. Pedig itt élnek, és ugyanazt a mindennapi dagonyát azt keverik, csak valahogy őket nem rántja be a daráló. Vagy ha sérülnek, hamarabb gyógyulnak. Sokkal jobban látnak belül. És láttam ilyen családokat, és lehet így élni. Úgyhogy fiatalok, előttetek a jövő. Ha meg már lefutott egy kör, akkor úgy kezd az újat, hogy ezzel menjél bele. És akkor ez úgy más. Más kérdés?
mennyire karmikus egy kapcsolat? Mert tibetiek azt mondják, hogy minden szerelem igazából karmikus, és minden fejlődés alapja, valahol ezt olvastam. Misi, az általad használt karmikus melléknév, az most rokon a végzetszerűvel, vagy a sorsszerűvel. És ez körülbelül olyan, mint a newtoni fizika. Hogy felnézel, és az égboltozaton, Isten rendelése által így keringenek az égitestek, és ezt le is írjuk gyönyörűséges egyenletekkel. De az nem kérdés, hogy ezt úgy valaki úgy megalkotta, és hogy ennek így kell lenni, és hogy ez így meg van tervezve. És ezt Newton a maga iszonyatos tudományos magasságában, amit ő magáról hitt, mert azért nagyon hitte, a leveleit kéne egy kicsit elolvasni, és meglátod, hogy milyen önképe volt Newtonnak, nem is volt sok barátja. De a lényeg az, hogy még ő is azt gondolta, hogy ez mint a görög atomelmélet. Ez így szilárd, ez így bonthatatlan, ez így van, ez így meg van csinálva, és kész. Ez a végzet. Valaki elkezdte, aztán lesz egy végzete is, mi meg csak leírjuk, hogy az ott úgy van. És akkor eljött a Hubble teleszkóp, és akkor már egész másképp láttuk ezt az egészet, de a közte való lépések, ugye Kepler, Kopernikus, stb. Tehát most nem tudománytörténetet tanítunk, hanem azt, hogy valójában az emberi tudatban mi történik, amikor az abszolút érzete az úgy meginog és úgy feloszlik. És kiderül ugye, hogy ha megnézed a bolygókat, az aszteroidákat, a holdakat, ezek bizony anyagból vannak, és egy csomó olyan dolog van az anyag körül, amit még nem is értünk, nem is látunk. És ezeknek az előfordulása, ez az ok és okozat törvényét követi, hogy ez hogy működik. Hát jelenleg azt találták, hogy 5% a látható univerzum. Utána még olyan kb. 25, ez a bizonyos sötét anyagnak mondható valami, és azért ilyen, mert nem reagál a fotonnal, tehát nem látod. De a tömeg az ott van, mert ezt kimutatták egy rakáskísérlettel, meg méréssel, meg egyébben, hogy ez bizony sajnos, ugye, galaxisok keringési ideje, egyszerűen több tömeg van benne, mert nem lehet megmondani, hogy miért megy ilyen gyorsan. És hogy miért maradott? Ha ilyen gyorsan menne, a látható tömege már rég szét kellett volna repülnie. Mi tartja egyben? És akkor rájöttek, hogy ez. De aztán megint ez a maradék kb. 70%, az meg egy még rejtélyesebb dolog, ez a bizonyos sötét energia, ami így szépen tolja szétfele ezt az univerzumot, úgy, ahogy van. Ez mint egy nagy buborékot. És erre a tágulásra rákérdeztek, és kialakult az elmélet ennek az ősorbanásokban, mert van fingunk nincs róla, hogy mi történt. Azt tudjuk, hogy volt egy boom, de hogy az mekkora volt, és hol, és miképp, ez egy teljes nem tudom, és akkor innentől kezdve vannak az elméletek a 10-32. Másodperctől. Azért mondom el ilyen részletesen, mert a személyiség az pontosan ilyen. Tehát ránézel magadra, és találsz egy szilárd ént előző. Ez én vagyok. És akkor nézed egy kicsit közelebbre, és akkor elkezd a felbontás növekedni, és látod azokat a gondolatokat, azokat az érzelmeket, amiből te vagy. De ha nem látod őket, akkor ezeknek csak a tehetetlensége, vagy a statisztikai valószínűsége érvényesül, és akkor ez az át nem látott karma, ez a végzet. De az, hogy ez az univerzum, ez ilyen lett, és így keringenek a bolygók, ez úgy tűnik, hogy nem egy darab intelligencia intézte el, mert az elején még az se volt. Nem tudjuk, mi volt az elején. Tehát gyakorlatilag nem volt tér, nem volt idő, nem volt keletkezve úgy semmi. És hogy ez honnan jött, ezt tényleg nem tudjuk. Ezt a legnagyobb elmék, Stephen Hawkingtól kezdve, akit akarsz, mindenki azt mondja, hogy a töredék másodpercig nem tudjuk, hogy mi van, és utána látszólag a semmiből egy hatalmasat tágult. És több százezer földi évig csak tágult, aztán különböző folyamatok játszódnak le benne. Tehát ha megnézed az ok és okozat egymásra következését, akkor ez kialakít egy folyamatot, ami ha nem látod át, az végzetszerű, nem látod, hogy kezdődik, nem látod, hogy működik, akkor az végez veled, és ezért ez a végzeted. Na. De hogyha átlátod, akkor a karmának a másik definíciója jön, ami az ok és okozat. Ok és okozat
Ezeknek az ismétlődése, az ismétlődések szokássá való rendeződése, a szokások személyiségjegyekké való rendeződése, a személyiségjegyek személyiségé való összeállása. Ha ezt te átláttad, akkor a maga dinamikus, újra és újra, minden pillanatban megismétlődő és változó önmagában látod, és az átlátottság mértékében tudsz rajta változtatni. Ha nem látod át, akkor ez a valami kontrollál téged. A saját felgyűjtött karmát. És ekkor az első általad használt értelmezés jön vissza. Az volt a karmám, hogy igen, mert valamit nem láttam, valamit nem vettem észre, a pillanatban nem voltam ott, és az átlátatlan, feldolgozatlan szokásaim, az éretlen személyiségem döntött abban, hogy ezt én így csináljam, ehhez az emberhez, lényhez így viszonyuljak, és nem másképp. És ezeket a döntéseket, ezeket pillanatról pillanatra meghozhatnánk, de helyette a vágy, a harag és a téves nézetek döntenek, nem te döntesz. Jó? Tehát te mindig mondhatsz nemet. És akkor ki volt a karmád? Oké? Tehát te arra mondjál igent, akire és amire szeretnél. És arra mondjál nemet, akire és amire nemet szeretnél mondani. És ekkor közelebb kerülünk az érett személyiséghez, tehát ehhez az kell, hogy egy picit előre lássuk azt, hogy na mi van, ha igent mondok? Katasztrófa. És mi van, ha nemet mondok? Kicsit sivár lesz egy ideig az élet, de jön valaki más. Tehát érted? Tehát ilyeneket az ember a saját tudati terében érzelmileg, gondolatilag előre láthat. Megérezhet, tehát ez nem egy megvalósíthatósági tanulmány. Ezt meg lehet érezni előre, hogy összekötjük az életünket, még egy információ, és akkor mi lesz? És akkor így megremegsz, hogy meg egy gyomorszájon vág valami. Nem valaki, az később, tehát valami. És akkor, na, ezt nem. És ez még, az intuíció lefordította magát érzelmi nyelvre, és ezek az érzelmek mondták azt, még teljesen implicite, szavak nélkül, gondolkodás nélkül, csak egy ilyen nagyon, mint hogyha így tényleg így gyomorszájon egy ilyen kis, nagyon sok tűt egyszerre beszúrtak volna, és akkor ez az előzetes félelem attól, amiről még nem tudod, hogy micsoda, de valami már benned azt mondta, hogy na ez ne. Ez a betegségekkel is így van. Tehát az immunrendszered az először mentálisan jelez, ha nem hallgatsz rá, akkor fizikailag is, tehát beteg leszel. Tehát nézd meg két ember kémiáját, van úgy, hogy teljesen elvonják egymás energiáját, és van úgy, hogy megsokszorozzák. Van úgy, hogy egymás téves nézeteit és egyebét erősítik, és van úgy, hogy letisztítják egymást. Szó szerint idézek egy olyan lánytól, aki 8 évig volt egy nagyon erős kapcsolatban, nem volt házasság, de együtt éltek, gyerek se volt, és mind a ketten egyazon szellemi utat gyakoroltak, és a dohányzástól a túllevésig minden volt, a srác ivott is, a lány nem nagyon, és egyszer, amikor volt egy ilyen találka, ahova meghívtak, és nagyon jót ettünk, és mindenki happy volt, és egyszer csak kimentek az erkélyre dohányozni, és valahogy fölmerült az, hogy ők maguk között azért azt lerendezték, hogy nem kéne elhízni, és nem kéne szétdohányozni magunkat, és nem kéne ezekbe belemerülni, de ezt aznap fölülírták azzal, hogy parti van, és mindenki ott van, és happy, és boldogok legyünk, és stb. És egyszer csak a lány az erkélyen a kemény dobozos Marlboro egyik példányának a szívogatása közben kijelentette ilyen teljesen lazán, hogy egymást húzzuk a szarba. Ez annyira igaz volt akkor, és olyan elképesztően ütött, hogy megmaradt, és én pedig a boldog spagetti evő és nem dohányzó mi voltomban, ott voltam, és részt vettem ezen a partén, és ezt elhoztam, ezt a tanítást magammal. Ez akkor így, egyenesen. Mint a 114 tonnás orosz dízel. Tehát ott előtte nem áll meg semmi. Jó? Úgyhogy az érett személyiségről még úgy belül majd. Más egyéb? Mond. Az elmúlt hetekben olvastam, az angol teológus írott a C.S. Lewis-től egy nagyon szép idézetet, legalábbis engem nagyon megfogott.
valahogy úgy hangzik magyarul, hogy neked nincs lelked, te magad vagy a lélek, neked tested van. És egy kicsit elkezdtem lépegetni ezeknek a mondatoknak a mentén, és addig jutottam, hogy a spirituális utunknak a valahol a legesleg kezdetén, valószínűleg sokan úgy vagyunk vele, hogy mi egy test vagyunk, ennek a testnek, mint egy önálló entitásként van egy lélek része, vagy van egy hozzátartozó lélek, az fikér rajta ott valahol. Aztán, ahogy megyünk tovább a saját spirituális utunkon, jó esetben egy idő után valóban eljutunk oda, amit C.S. Lewis elvényben megfogalmazott, hogy nem feltétlenül a test az, ami én vagyok, hanem a lélek. És én a lélek vagyok, és testem pedig van, de az alapvető az a lélek, ami én vagyok. És a test tartozik ahhoz. Lehet-e ezt valahogy tovább gondolni? Hát tudod, hogy C.S. Lewis rengeteg tündérmesét írt. Tehát lehet ezt tovább gondolni, csak maga a vonatkoztatási rendszer az számomra nem alkalmas. Két dolog miatt. Az egyik, hogy Európában minden ilyen egyetemet végzett gondolkodó, vagy magát regényekbe öntő gondolkodó saját test, lélek, tudat és Isten fogalommal bír. Nagyon sok könyvet írtak, és rengeteg katedrát osztottak ki azért, hogy ezeket a fogalmakat összehasonlítsák és értelmezzék. Tehát amikor arról van szó, hogy te nem a lélek, neked nem lelked van, hanem te magad vagy a lélek, akkor ezzel megint egy ismert elméleti koant kaptunk, hogy C.S. Lewis vajon mit gondolt, amikor ezt mondta? Amikor nem ilyen szintű gondolkodóktól kapunk egy ilyen koant, akkor más kérdése, hogy mit szívott, amikor ezt írta. Én szeretném itt szerényen egyrészt a Szívszútrát idézni, hogyha már az identitásunkról van szó, akkor lehet, hogy a lélek sem. És ezt most rögtön szeretném azzal a tanítással egy kicsit körül rakni, amit a zen iránytűben lehet olvasni, és ez a karma és a tudat összefüggése. Ezt nagyon-nagyon nyílt és boldog szívvel ajánlom, mert ennek van olyan értelme, amit le tudsz a gyakorlatra fordítani, sőt a meditációs gyakorlatodat is elősegítheti. Tehát ezen tanítás szerint, ami egyébként a Mahayana és a Hinayana abszolút közös pontja, tehát ez az, ahol a két hagyomány még hallgatólagosan se tér el egymástól, és ez nagyon jó. Tehát csak a megkülönböztetés kedvéért, hogy artikulálni tudjunk, képzeljünk el 8 tudatszintet. Az elsőt a fizikai, a felső 3 a mentális. Tehát szem, fül, orr, nyelv, test, és a tapintás egyebek, és utána van az értelem, mint gondolkodó tudat, ahol fogalmat alkotunk, ahol értelmezzük a fogalmakat, ahol összerakjuk őket, szétszedjük őket, elemezzük őket, logikus vagy egyéb struktúrákba rendezzük őket. Ez az úgynevezett kognitív értelem, és ezt hívja a szanszkrit vijnánának. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnál beszélni. Lennének emlékeid, lennének az emlékek között megkülönböztetések, de nem tudnál fogalmakat használni. Nem jönne verbális készség. Zero. A hetedik az az ítéletalkotó tudat. Az ítéletalkotó megkülönböztető tudat az teszi először a különbséget magam és a világ között. Anyuka és a világ között. Utána anyuka, apuka és a világ között. Tehát amikor ez a külön megkülönböztető tudatosság ez beindul, akkor előbb-utóbb legyártja az énnek, az egónak a határait. Hogy ez én vagyok, az meg nem. És ez nagyon egészséges, ez kell. Ez kell, enélkül nem lennének se határok, se
definíciók, se személyiség, sem az abban foglalt felelősség, lehetőség, stb. Tehát elkerülhetetlen, hogy az én struktúra kialakuljon, mint ahogy egy sejt nem létezik sejthártya nélkül. Olyan, hogy sejt mag nincs, olyan van örösvértest, de hártya akkor is. Tehát nincs olyan, hogy egy sejtnek ne legyen határa. Olyan is, hogy amőba, és ottan csúszik-mászik, mert képlékeny. De, hogy ne legyen a sejtnek határa, olyan nincs. Tehát valami hártya van. Tehát mindenkinek van egy személyiség felülete, amivel ha azonosul, akkor felületes lesz. De amikor az énjének a saját alkotó részeit elkezdi nézegetni, akkor rájön érésének és belátásának sebességével, hogy a személyiség egyetlen részével sem azonos. Kicsit előre szaladtunk, mert a nyolcadikat még nem emlegettük. A hetesnek a szanszkrit nem az a manasz. A nyolcadik pedig a tárháztudat. Ez úgy működik, mint egy hatalmas nagy merevlemez. Tehát ez egy akkora merevlemez, hogy gyakorlatilag ez az egész univerzum a háttértárad, mert erről szoktál emlékezni, az egy fenyőfa. Tehát ez gyakorlatilag így működik, hogy bejön a fizikain, meghajtja a felső mentális hármat, és abból alakul ki az a pszichofizikum, hogy ember, és abból alakul ki az emberben az, hogy élek, hogy én vagyok. Üdvözlet Descartesnak, ez jóval összetettebb, mint az, hogy gondolkodom tehát, és nem fejezte be az egyenletet, hogy nem gondolkodom tehát. Hát hogy most mindenki meghalt volna. Tehát az elmúlt három napban biztos, hogy volt legalább egy pillanat, amikor nem gondolkodtál. Ott bent az interjúszobában ki is volt jelölve ennek a helye. És mindenki túlélte. Tehát, hogy gondolkodom, tehát vagyok, ez egy nagyon ódivatú megállapítás, mert ha visszafordítod, hogy nem gondolkodom, tehát nem lehet logikusan befejezni, mert nem igaz. Úgyhogy, amikor a nyolcadik és tárháztudatról beszélünk, ott van az összes emlékedés, nem csak az, amire te tudatosan emlékszel, hanem az is, ami a tudattalanodban ott ketyeg, és az összes előző életbeli cucc ott van, amit nem pucolták ki. Tehát ez se végzetszerűen van megtöltve szutyokkal, hanem csak az van benne, amit te benne hagytál, mert azt ott dédelgetted, hogy ez milyen szép. Ezt letetted, megerjedt, büdös is, és akkor az lettél. Úgyhogy ilyenek vannak. De a megkülönböztető tudatosság vágja el a tudatos és a tudattalan határát. És az az érdekes, hogy a pszichológusok tudod, hogy teljesen függetlenül dolgoznak az asztrofizikusoktól. Ők is nagyjából ezt állapították meg, hogy a tudatosság az egész pszichofizikumnak kb. Az 5%-a. Jó esetben 10, de akkor már nagyon-nagyon ott van. Tehát körülbelül a működő tudatunk 5%-a tudatos az átlátott. És ez is már nagyon jó. A 95 az meg nem. És az van szépen a tudat felszín alatt, és onnan arhetipusonként nyomja fölfele, hogy te most mit csináljál. És hogyha a tudatosság nem látja át, hogyha nem terjed ki a tér a tudattalan felé, akkor ezek átláthatatlanul maradnak, és elképesztő galibát tudnak csinálni. Nincs tér, nincs információ, nincs reflexió, nincs döntés. Akkor csak a karma per egy van, ami végzett, köszöntük. Akkor teljesíted a saját statisztikai valószínűségedet. Ez azért szép, mert az, ami ezt az egészet látja, annak nincs száma. Tehát most beszéltünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de a Buddha természeted, ez, amit így próbálunk először megélni, tapasztalni, átadni, azért, hogy valami referenciapontod legyen, ami nem keletkezik, nem szűnik meg, nem jó, nem rossz, nem egy ítéleti termék, nem egy emlék, nem egy megkülönböztető tudatossági termék, nem egy érzékszervi valami. Tehát, hogy azért, hogy ez meg legyen, ezért ugye rengeteget dolgozunk, hogy lássunk. És ez a látás, ez a látó, ennek nincs száma, ennek nincs érzékszervi tartalma, nincs önálló minősége. Semmi olyasmilyen nincs, ami az első nyolcban megvan. Te átlátja ezt a nyolcat, és nem csak a sajátját, mert ezen a szinten, ugye, a meghaladó bölcsesség szintjén nincsenek megkülönböztetések. Tehát egyöntetően és egyértelműen látja, hogy a határok hol vannak, és hogy a határok fölött mi van. Tehát mi a közös lényegünk,
És mi az, ami a személyiségünket ugye elválasztja, mert az egyik türkiz, a másik piros, a harmadik melegítő. Tehát így. Na most, hogyha visszatérünk C.S. Lewishoz és az összes tündérmeséhez, mert nem csak a mesemondók, hanem a nagy nyugati filozófusok, akik a mesemondók egy másik nagy csoportja, ők is nagyon újra akarták definiálni, hogy mi a tudat, és ez a német klasszikusokkal, ez a Fichte, Schelling, Kant, akár, tehát ez a sor, és gyakorlatilag a mai napig, tehát az egzisztenciális, meg a hermeneutika, meg a mostanét, akárki Searle, meg akárki, rengetegen próbálták definiálni, csak gondolati úton, hogy mi ez, ez itt, mi ez. És az a vicc, hogyha benne maradsz az 1-től 8-ig tartó tudatszegmensek bármelyikében, nem lesz teljes a kép. Mert bele vagy ragadva valamelyik állapotba. Amikor azt mondjuk, hogy nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat, az nem azért van, mert mi a kővé vált gyakorlókat szeretjük. Nem ezért van. Ez azért van, hogy ne legyél a rabja egyik keletkezett világnak sem. És ilyen formán a test az az 1-től 6-ig, a lélek az a 6-tól 8-ig, a tudatosságnál kapcsolódik a test és a lélek, és amikor a kapcsolat megszakad, tehát meghalsz, akkor 1-től 6-ig kihuny, nem tudsz tudatosan gondolkodni, és a 7-es, 8-as a karma test, és annaz, az tartalmától függően repül a következő inkarnáció felé. Állomások is vannak, és pihenő, csutakolás, tanácskozás, ezt tudjuk, de hát ezt most nem említem így részletesen, ezt mindenki fedezze föl. Jó? Tehát ez egy ilyen történet. Úgyhogy azért érdekes, mert definíciók, meg az ellentmondások, ezek nagyon sok mindenre sarkalhatnak, de valahol el kell jutni odáig, hogy ez egy, normálisan érthető, rendszerszerű módon megismerik, mert az intellektusnak ez kell, mint a kutyának. Reggel, este, kaja. Ha nem, akkor ugatás, nyüsszítés, vicsorgás, minden van, vagy pedig elbújunk és nem őrizzük a házat. Magyarul egy normális, érthető valami kell úgy, hogy megmondtuk a határait. Mi az, amit megérthetsz, és mi az, amit nem. Az első 8-ból mindent megérthetsz. Mindent elemezhetsz. Minden sorba rakhatsz. De az, ami ezt a 8-at látja, ami az egész lényt látja, ami az egész világot látja, azt nem lehet sorba rakni, mert nem jellemző rá. Nem lehet minősíteni, mert nem jellemző rá. Meg lehet személyesíteni, de abból van 7 milliárd csak ezen a bolygón. Tehát nem kell külön azt mondani, hogy te, meg te, meg te, te aztán nagyon spéci vagy, mert neked több van ebből. Nem, mindenkinek ugyanannyi van, de az rajtad múlik, hogy ebből az ugyanannyiból mennyit használsz. Mennyit szabadítasz föl. És mennyit hagysz a ragaszkodásoknak így a bilincsében, meg a hamis azonosulásoknak a sztázisában, ahogy kataton állapodban azt mondja, hogy én Balika vagyok. Nem, már nem. De még mindig azt hiszed, hogy igen. Jó? Tehát azt hiszem, hogy ez a test, lélek, tudat egy működő modellje, nem az egyetlen működő modellje, de ez az egyik. És most így jó indulattal hozzáteszem, hogy még ez se segít túl sokat, de az intellektusnak az állandó kíváncsiságát, hogy valamit tudjak már magamról, ezt valamilyen szinten hozza, kielégíti ezt a kíváncsiságot. És amikor a kíváncsiság az ilyen szinten úgy beteljesült és kicsit kielégült, akkor rájössz, hogy ettől még nem változtál meg. És ekkor van az, hogy a stúdiumok az a zen körön a 90 fok, és amikor elindulsz a tapasztalás felé, és van egy nagyon tiszta tapasztalásod, az a 180, és amikor ezt tényleg elkezded használni, és egy interjúnál az alkalmazom a megvilágosodás tapasztalatát. Alkalmazom, felhasználom a megvilágosodott tudatot, és ne féljünk ettől, hogy hát akkor egy ilyen felhasználó materiális szemléletünk lesz. Nem. Egyszerűen pont az a felelősségvállalás, az az alázat, az a vállalás, ami az életünknek a része, egy része kellene, hogy legyen tudatosan. Az valósul meg akkor, amikor ezt a tapasztalatot, az eredeti tudat szabadságának, térességének, tisztaságának a tapasztalatát így beleöntöm a saját karmán felmosó vízébe, ez kis erőfeszítés pumukliával, hogy elkezdek sikálni. És csutakolni. És akkor, amikor már nagyon tudok csutakolni,
az a 270. Tehát minden karmát át tudsz változtatni. Ekkor lesznek az ellenségek a barátaid. Ha nem, akkor ez fordítva van, és a barátokból lesznek ellenségek. És akkor tudod, hogy valamit nem tudtál transformálni. Valamit nem tudtál magadban helyre tenni. És akkor ilyenek történnek. Ehhez persze két ember kell, vagy több ember kell, amikor ilyenek vannak, de a magad részét mindenképpen meg kell tenni. És akkor tudod, hogy benned már nincs ellenségesség. Benned már nincs polaritás. Jöhet és mehet a másik nyugodtan, még akár le is ülhettek egy teára, de az a polaritás, ami korábban volt, az már nincs. Ezért van búcsúzó szertartás, ezért van emlékező szertartás. A búcsúzó az ahhoz van, hogy el tudjunk már válni, tehát hogyha már a hegesztés széttörött, akkor kicsikét a sorját azt vegyük le, nehogy véressebbek legyenek az érintését, kicsit reszeljük le az élét. És az emlékező szertartás pedig a halottakért van, hogy ha nem tudtuk életünkben elmondani nekik azt, amit szerettünk volna, akkor ezzel az energiával, nem beszélsz hozzá, mert már felesleges, nem hallja. Tehát azzal az energiával, amit a szertartás képvisel, azzal segítesz neki, és azzal mész tovább. Ez mind 270. És a 360 az, amikor tényleg az ég kék és a fű zöld, és minden egyszerű, és minden tiszta. Na, ilyet nem láttam. Tehát az, amikor minden nagyon szép, minden nagyon jó, akkor általában vállalunk egy olyan feladatot, hogy előről kell kezdeni az egészet, és a nulla fok beáll, hogy nekem már pedig igazam van. Ez a nulla fok, hogy nekem és csak is nekem van igazam. Az énegem kékebb, mint a tied. Nekem szebb felhőim vannak, mint neked. Stb. Tehát ezek azok a tévedések, amitől elkezdünk kivetíteni a világra, és azt gondoljuk, hogy a másikban van a hiba. És csak is a másikban van a hiba. És az egész világ rossz. És én ezért szenvedek. És én ezért ragadtatom magam olyan cselekedetekre, szavakra, érzelmekre, gondolatokra, mert ez nekem nem úgy megengedett, ez nekem jár, mert a világ rossz, és csak én vagyok jó. Na, ez a nulla fok. És amikor felteszed a kérdést, hogy tényleg? Lehetne ez esetleg másképp is? Megláthatom a saját pici ujjacskámat abban a pitében, hogy én mit csinálok? Na, akkor van az nagyon nehezen a kimozdulás a nullára, ekkor kezdesz-e kérdezni. És ez a veszélyes. Elkezdesz kérdezni, ki tudja, milyen választ kapsz. De ha van valami, ami az embert emberré teszi, az, hogy mer kérdezni, és el is viseli a választ. És abban egy újabb kérdés születik, és a kérdés válasz a lépések sorozatából megszületik az, amit úgy hívunk, hogy emberi út. Ez az útunk. Úgyhogy megköszönjük C.S. Lewisnek az összes tündérmesét, és az, hogy Tolkiennak ennyire jó barátja volt, mert azért a művészi barátságokból nagyon sok szép alkotás született. Úgyhogy szellemi bibliánk a Gyűrűk ura is, és a háttérmunka a Silmarilok is nagyon nagy erőfeszítés eredménye volt. Ezt pedig Tolkiennek köszönjük. Más egyéb kérdés? Mond. Egy és még egy, Gábor. Én csak annyit akartam egy megjegyzés, hogy a 360 fok és a nulla az tulajdonképpen ugyanaz. Tudom, hogy megközelítés kérdése, de hogyha egyszer, akkor mindig visszakerülök a nullába, hogyha már addig feljöttem, és a végén az egésznek az a szerint, túlrépít. Tudod, mi lesz az ejtőernyőse, hogyha túlzuhan? Tehát ezt azért jó, hogy fölvetetted, mert nagyon sokan gondolják azt, hogy hát nem lehetne egy rövidebb utat is? Tehát, hogy a nulla elérünk egy hármast, meg egy hatost, és akkor úgy jó vagyunk? Mert nem. Tehát ahhoz végig kell járni, ahhoz tényleg a dudásnak pokorra kell menni, és ott kell annak megtanulni. És meg lehet azt látni, hogy hol van az, hogy nem teljes a tanulmány, vagy nem teljes az elérés, nem teljes a transformáció. Mindig van valami plakk, amihez ragaszkodik, akár szövegesen, akár az ürességben, akár a mindennapi élet mágiájában, és utána pedig, hogy mi az, ami még a nullából maradt. Ez nagyon érdekes. És a geográfiai, vagy a geometriai helye a nullának és a 360-nak az természetesen ugyanaz, hát a körről beszélünk. Csak az nem mindegy, hogy alfa vagy omega, vagy a kezdete vagy a vége.
az nagyon nem mindegy. És hogy utána, ahogy mondtad, túlvállalja-e magát, és elindít egy újabb kört. És nézd meg, hogy mennyi karmikus ciklus van bennünk is, hogy ezeknek hol járunk, a melyik szakaszát éljük éppen. Tehát hol vagy az önismeretedben, hol vagy a párkapcsolatban, hol vagy a munkában, hol vagy a barátok, barátnők, szociális kapcsolatokban, tehát mennyire érettek, hol vannak ezek. És ezek abszolút nem egyeznek meg. Jó is, mert kisegítik egymást. Én az utóbbi időben azt tapasztaltam az elmúlt két évben és két és fél évben, hogy egyre másra alakulnak olyan kapcsolataim, ahol korábbi ellenségeimmel pozitív viszony alakult ki, de én azt hittem, hogy ők változtak előjükre. Pontosan azért, mert ezt hitted, ezért ez lehetséges volt, de ehhez neked is változni kellett, hiszen korábban nem így gondolkodtál róluk, ugye? Hát nem tudom, én általában próbáltam azt mondani következetesen, amit addig, ami nézeteltérést váltott ki. Tovább fenntartottam azt, amit addig gondoltam, és egyszer csak elfogadták. De valószínűleg, amikor az első csat volt, akkor nem úgy gondolkodtál, hogy hát ezek megváltoztak. Nem. Oké. Okay. Tehát akkor te is változtál. Lehet? Például jót kutattam, és gondolkoztam azon a kérdésen, amit majd felteszek neked a interjú szokat a másodszor, de nem jutottam be, úgyhogy most elmondom, arra gondoltam. Hát ez egy ilyen harapófogószerű diódhúzó volt, amit én még nem használtam. És összenyomtam, és mindig felrobbant a dió. Tehát úgy sokszor volt, hogy a dió teljesen eltűnt a dió körülbelül, és hogy a kérdéseim is így sorra robbantak fel, ahogy így próbáltam összeszedni. És mi volt a kérdéstörő? Az is a kezedben volt? Igen. A kérdés. Az szerinted milyen a jó kérdés? Hát nem ilyen. Olyan a jó kérdés, hogy ez úgy belülről és mélyről jön, és kész vagy bármilyen választ elfogadni rá. Az a jó kérdés. A tiéd. Van ilyen? Szeretnél róla beszélni? Akkor mondja. Egy olyan szerzetes között, egy buddhista szerzetes között, aki börtönben van, és egy olyan között, aki a kolostorban. Tehát, hogy mi az, ami még megvan, az a lényegi, ami, mert nem gyakorolható. Tehát, ha megvonják a gyakorlás lehetőségét. Csúcs! Ez egy nagyon jó kérdés. Elsősorban szeretnének arra lelkesíteni, hogy továbbra is gondolkodj bátran diótörés közben. Tehát, Buticsa szerzetes börtönben per kolostorban. A kórházat azt nem mondtad. Pedig az a harmadik nagy telephely, ahová leszoktuk rakni magunkat, ugye? És azért, mert a társadalom három nagy szegmense nagyjából ezeket a menedékhelyeket választja, vagy kerül oda, vagy pedig viszik. És megint három szanszkrit szót szeretnék bevezetni, és a többségünk, aki úgy normális hőfokkal ég és normális tüzelőanyagot használ, ez a rajasz, ez a tűz. Ez a társadalom nagy többsége. Ez az érzékszervi folyamatokra fordítható le. A legtöbb ember előbb-utóbb megtalálja azt, hogy mit szeret enni, inni, érinteni, fogyasztani, hallani, egyebek, és a megfelelő input és megfelelő output meghatározásával egy normális, elfogadható életet él addig, amíg meg nem betegszik, meg nem öregszik, és el nem távozik a testből. Vannak azért gigszerek meg válságok, amikor vagy alul tervezés alul adagolja, vagy túl tervezés túl adagolja, ilyenek is vannak, de előbb-utóbb mindenki tanul, mert hogyha alul vagy felül adagol, akkor mi lesz, kórházba kerül.
A kórházba kerülés az félig választás, félig kényszer. A kényszer az a betegség, a választás az, hogy oké, vigyél be. Jó? Tehát ez így félig van. Az az érdekes, hogy van egy olyan nagyon kicsi csoportja ennek a társadalomnak, akiknek ez túl sok. Túl sok, és nem kérnek ebből az érzékszervi dolgokból ugye annyit. Valamennyit igen, de nem annyit. Na most ezeket hívják szatvának, ez a levegő, azért, mert ők meg szeretnék haladni, vagy mint a párolgás, ugye kipárologni ebből az egészből, és ezeknek a menedékhelye a templom. Ők a szerzetesek és a szerzetesnők, hogy azok a világiak, akik befejezték a világi életet, és hajzattal ugyan, de ugyanazt csinálják, mint a szerzetesek, meg a szerzetesnők. Belültettek egy fogadalmat, ez koreol simchulga, a chulga az az otthon elhagyása, az ennek a rajas szférának az elhagyása, a sim pedig a szívben kimondott, mert van hajzat, nincs explicit szerzetesi fogadalom, vagy szerzetesnői, mert valami miatt vagy nem lehet, vagy nem akarják, de az irány ugyanaz. A templomban teljes szabadságot kap mindenki, hogy mikor jön és mikor megy, de a szabályok megvannak. És a szabályokat követni kell, viszont az nagyon fontos, ezek a szabályok önként vállaltak. Tehát, hogyha nem akarsz itt lenni, és nem akarod vállalni ezt az életformát, nem kell. Ajtó nyitva, vonat indul, busz robog, mindenki mehet, amerre akar, és bármikor. Semmi gond. És az az érdekes, hogy ezt a fajta életformát, ezt azért vállalják kevesen, mert nagyon bizonytalan. Tehát nem tudod, hogy még följebb hova jutsz. Hiába van arról szó, hogy megvilágosodás, meg letisztulunk, meg minden. Ez ugye a mindennapok templom életében úgy nagyon-nagyon elégtelen a legtöbb ember számára. Tehát egy sokkal prózaibb és normálisabb célképzetet kell kijelölni sokszor, hogy a templom mit csinál? Hát tanítunk, hogy meditálunk, hogy kertet művelünk, kérem szépen, ez egy akkora öröm, amikor azt látja az ember, hogy az első primőr az a kertből jön, és nem a piacról. Szép a piac, vásároljunk rajta, de amikor saját kertünkben, közös munkával, megszületik az első eper, és azt az ember fogja, és kiemeli, és azért nem eszem meg, mert nagyon-nagyon nem lenne korrekt. Ezt együtt fogjuk meg, együtt termeltük, együtt tesszük meg. Tehát ez egy fantasztikus öröm, ez teljesen más viszony fűz. Ez a szabadon vállalt kötöttségből, a teljesen önként elvégzett munkából fakadó gyümölcs. És ez gyönyörű. Ezt egy ilyen alapon szerveződő csoport vagy társadalom, mert volt olyan is, amikor egy egész társadalmi réteg működött templomokban, templomok körül, ezt lehet, ez a szatva típusú élet. És a rajasz alatt, ugye kíváncsi vagy, mi lehet a harmadik, ez a tamasz, ez a fekete kátrány. Szó szerint föld, de nem az az anyaföld, amiből kinő a gyönyörűséges eper, hanem az a kátrány, az a fekete átláthatatlan szutyok, ami azoknak a része, akiknek nem elég a rajasz. A szatvának túl sok, a tamasznak túl kevés. Tehát elsajátít, de nem szabályosan, nem a rajasz szabályai szerint, hanem a rajasz szabályait megtörve. És amikor a szabályokat megszegve sajátítunk el akár vagyont, akár sajnos életet, elveszünk életet, akkor ez kriminalizálódik, és az illető a börtönbe kerül. És amikor a börtönbe kerül, ott zéró szabadság van, tehát meg kell tartani a szabályokat, ugyanúgy, mint a templomban, de totálisan inverze a hely, ugyanis abszolút kényszer van. És nagyon keményen, ugyan szabályzottan, de keményen gyakorolt kényszer, hogy az őrök ugye mit tehetnek veled, mint fogva tartotta az őrszemélyzet. Na most, kérdésedre visszatérve, mi történik akkor, amikor egy szatva bekerül egy tamasz környezetbe? Tehát a templomból bekerülsz a börtönbe. Tehát az első és legfontosabb tapasztalat, amit tibeti szerzetesek beszámolóiból olvastam, és aztán a személyes börtönben tanító tapasztalataimmal sikerült megerősíteni, nem mint fogvatartott, mint vendég. Csalódás, mi? Jobb lett volna, hogyha ott marad, mi? Na, a lényeg az, hogy a következő a tapasztalat.
A te tudatod dönti el, hogy mit csinál. Tehát ha te egy börtönkörnyezetben gyakorolsz, akkor abból számodra templom lesz. És hogyha valaki egy templomot rosszul fog föl, akkor abból számára börtön lesz. Mert elveszítette az alapcélt, hogy miért van ott. És marad csak a szabály, marad csak a kötés. Már nem látja, hogy miért. Már nem látja a nyitottságot, már nem látja a transzcendens lehetőséget. És akkor miből tudod, hogy ez történik benne? Hogy börtönlakóként viselkedik a templomban. És amikor az igazi gyakorló kerül egy börtönhelyzetbe, egy ilyen fogvatartott helyzetbe, az ő tudata a börtönből templomot csinál. Erre tettünk kísérletet egy magyarországi BVI-ben, szándékosan nem mondom, hogy hol. 2 éven keresztül havi, néha 3 heti átlagban jártunk be, és tanítottunk meditációt, illetve életvezetési tanácsadást a fogvatartottaknak. Remélvén, hogy a börtönből így a személyiségükben templom lesz. Hát természetesen nem lett, de legalább kísérletet tettünk rá, és amennyi morzsa ugye elültetődött ott, az lehet, hogy valamikor ugye egy nagyobb kenyérré tud kelni. Legalább hallották, legalább kipróbálták, de nem alakult csoport, nem alakult ki egy olyan tudati változás, amitől a fogvatartottból valami több lett volna, mint fogvatartott, vagy más szempontból kevesebb. Úgyhogy a tibeti szerzetes beszámolója az még keményebb volt, mint a puszta börtönlakás. Őt nagyon-nagyon megzúzták az őrök, és fizikailag egy nagyon leromlott állapotban 30 napra bedobták egy sötét zárkába. És ezek a sötét zárkák tényleg sötét zárkák, és baromi kemények. Semmiféle normális alvófelület, csak kő, napi egyszer bedobnak neki valamit, ugyanoda kakil, pisil, stb. És ez a szerzetes elkezdett egy nagyon erős vizualizációs és mantra gyakorlatot, és amikor kinyílt az árka ajtaja, akkor 2 lábon jött ki, és látott. És nem vak volt. És nem kúszott ki, és nem őrült meg, és mert ő abban a helyzetben egy templomot csinált a sötét zárkából. Úgyhogy ez rajtunk múlik. Teljesen rajtunk múlik, hogy milyen helyzetben vagy. Úgyhogy nagyon jó volt a kérdés, és én őszintén remélem, hogy mindenki a saját élőhelyét azt így templommá tudja varázsolni. És hogyha egy másik emberi lény képes rá, akkor te is képes vagy rá, vagy az is, aki ilyen helyzetbe kerül. Más kérdés? Egy kicsit a megközelítés volt érdekes nekem, hogy aki börtönként fogja be a templomot, vagy templomként a börtönt, csak egy ilyen anomáliát érzékeltem benne, hogy a templom ennek erre nyitva van továbbra is, és bármikor el lehet menni a börtön, meg mindenképpen zárva van, és mégsem lehet kimenni, hogy miért maradok a templomban, aki börtönként fogja fel. Azért, mert magában még nem rendezett le egy csomó dolgot, és rendkívül paradox, ambivalens viselkedés tanúsít. Tehát el is akarja érni azt, amiről a templom élet szól, de egy hatalmas önszabotás és önsorsontás is jelen van egyszerre, és ennek a rabságában él. Ezt lehet látni. És ekkor hívjuk be egy teával történő nemzembot, mert a fél. Szeretné is, meg fél is tőle. Ismerős? Tehát egy teával történő elbeszélgetésre behívjuk, hogy valójában miért van itt. És nem az, hogy miért vagy itt, hanem hogy szerinted miért vagy itt. És akkor úgy szép, lassan, nyugodtan kiterítjük az asztalra, hogy valójában miért van itt, és nagyon nem egyértelmű. És megpróbálunk egy olyan prioritást kialakítani, hogy a legfontosabb legyen fölül, a kevésbé fontos utána, és ami teljesen felesleges, azt pedig próbáljuk meg a pakli aljára tenni, vagy esetleg el is hagyni. Tehát amit én most elmondtam, ez a nyugati intellektus számára alkalmas, biztosnak tűnő fogódzó, de valójában benned van a biztonság, nem a rendszerben. És a benned lévő biztonság adja a rendszer biztonságát. Ez egész gyakorlati kérdés. 24-én, 26-a között volt egy dáló beszédet Szeged és Szaladka között a betegségekről. Nem? De. Nem volt időm egészen jól meghallgatni, és egészen furcsa módon fáj a bal térdem.
mondanál-e valamit nekem, mit javasolnál, hogy fejtsen meg ennek a betegségek lelki okát, vagy nem lelki szellemi bármilyen okát, azon kívül, te próbálkoztam már azért kérdezettel. Először végig kell hallgatni a Szabadkai Dharma beszédet. Utána a Szegedit, utána pedig a Kiskunhalasit. Ha a Kiskunhalasinak vég, akkor lehet a Debrecenire tovább menni, mert ott is az épp test és épp lélekről volt szó. Ezek után el kell menni orvoshoz. Azért kell, mert a fizikumban már megjelent a betegség maga. Hát ennek négy szintje van, az intuitív, a gondolati, az érzelmi és a fizikai. Ha az első hármat nem vetted észre, akkor kijön fizikailag is. És nem szeretnék vulgár interpretációkba belemenni, hogy az ilyen fájdalom most ezt jelenti, az a fájdalom azt jelenti, ilyen színű zászló van rajta, ez a sorsod, ez a karmád. Nem. Miért? Ezt te majd fölfedezed szépen magadnak. Azért, mert nem játszunk gurút, csoda doktort és jóst. Nem, tehát nem ilyen szerepben vagyunk sose. Akik itt ülnek, megpróbálnak tanítani, felébreszteni, segíteni az úton, azért, hogy te magad lásd meg. Tehát ott a fájdalom, az a szervezetnek a házőrző kutyája. Ugat. Hallgassuk meg, hogy miért. Ezt pontosan tudja a jó kutya tulajdonos. A fájdalom tulajdonos általában el akarja taszítani a fájdalmat, bevez egy kis fájdalomcsillapítót, és akkor jobban érzi magát. És most nem a műtétek utáni vagy alatti fájdalmakról van szó, hanem akkor, amikor a szervezet még jelez. És akkor legyél szíves ráirányítani a figyelmedet, és azt mondja, hogy mi ez, honnan jön. Nem kell becézgetni, nem kell babusgatni, nagyon világosan, tükörszerű, tiszta tudattal ránézel. Mi ez, honnan jön. És akkor elindul a film. Ki kell tisztítani a kockákat. Egy csomó minden, ami véleményből, akarom, nem akaromból, szeretemből, nem szeretemből rárakodott, az mind rajta van a filmen, tessék szíves lenni, letisztítani. És a fájdalom megmondja neked, hogy honnan jön, illetve az a tudatosság, amelyik mögötte van. Hogy valójában mi fáj. Sokkal kevesebben kapnánk szívinfarktust, hogyha ezt megmertük volna tenni akkor, akkor először fájt a szívünk. Hogy ki fáj. És ezzel szembenézni. Utána meg a másikkal. És akkor nem kéne megszakadni a szívünknek. Úgyhogy minden olyan, ami belül fáj, annak van egy oka, ezt az okot föl lehet fedezni, a megszüntetését meg lehet látni, és a megszüntetés útján el lehet indulni. Ez a négy nemes igazság, amit a Buddha tanít. A szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Én ezt javaslom. Jó? Nagyon szívesen. Egy, és még egy, Oliver először. Visszatérnék erre a tamas, rajas és szattva határokra, ez eléggé dinamikusnak tudnám én ezt felfogni. Az is. A mai világban, hogy látod, melyik irányba, egy ilyen csártot, egy ilyen diagramot látnánk, tehát a régekhez visszanyítva, milyen irányba van ebben pillanatban ezek a változások? Mi az, ami szorul össze, és mi az, ami nyílik ebből a háromból? Na azt láttam, hogy mivel a rajas annyira jól működik a fogyasztói társadalom miatt, egyre többen találják meg a számításukat látszólag a fogyasztói társadalomban, de ez egy nagyon kérészéletű gondolat, úgyhogy nem tudom, hogy 5-10-20 év múlva mi lesz. Ez a helyzet változni fog, majd elmondom egy másik ugye, felosztásban, hogy miért gondolom azt, hogy ez nagyon erősen változni fog. Egyelőre úgy tűnik, hogy a szatva az nagyon vékonyodik, és egyszerűen azért, mert az emberek nem tartják az egészet kompetensnek. Most miért legyek én szerzetes, miért menjek én templomba, miért tegyek nőtlenségi vagy ugye, szerzetes nők férjetlenségi fogadalmat, hogy miért? Az egésznek úgy látszik, hogy nincs értelme. Tehát, hogyha belül nincs egy nagyon erős hívás erre, hogy neked ezt kell csinálnod, aztán később megerősíti az élet meg magad, hogy ezt kell csinálnod, és hogy más ne csináljál, hanem ezt csináld. Ha nincs egy nagyon komoly belső út erre, az emberek maguktól csak úgy, mert érdeklődnek, ezt nem fogják bevállalni. Túl jól működik a társadalom ahhoz, hogy ők ezt szeretnék. Hát régebben, amikor sokkal nagyobb volt a szenvedés, nézzük a középkort. Ez egy bő ezres. Tehát lehet itt reneszánszról, meg prebarokról, meg mindenféléről beszélni, amíg Giordano Bruno mágiája ég, addig középkor van,
amíg Galileit majdnem megégetik, 1600, addig középkor van. És honnan indult? Nagyjából onnan, hogy 476-ban a Nyugat-Római Birodalom elköszönt. És az bő 1100 év. Kőkemény sötétség. Nagyon kemény sötétség. Igen, voltak műalkotások, meg írtunk, festettünk, de az átlagember a mindennapokat kőkemény háborúkban, eretnek félelemben, boszorkányperekben, inkvizíció, ilyenek között élte. Csoda, hogy sokkal több szerzetes meg apáca lett akkor? Hát ha volt egy kis ugye, rálátás az egész, azonnyomban bement valahova, akkor egész kemények voltak a szabályok, nem csak most, akkor is, viszont biztonságban volt. És tudott hinni, hogyha volt valami transzcendens affinitása, valami olyasmi, ami számára a hitben tényleg személyesen jelentett valamit, hát akkor csinálja azt, és akkor nem kell ezeket az égő nádfedeles házakat, meg a lerombolt kővárakat itt ismételni. De ez elkezdett kikopni. Ami viszont dagad, az a tamasz, és egyszerűen azért, ez statisztika, egyre többen kerülnek börtönbe. És főleg az amerikai és nyugat-európai féltekén. Az orosz és kínai vidéken mindig is sokan voltak, kínaiakról nem nagyon tudjuk, mert nem adnak ki normális adatokat, de a helyzet az, hogy ahol viszont így ment fölfelé a fogvatartottak száma, az pont az Egyesült Államok. Az katasztrófa, és a börtönből is gebin lett, tehát kiadják magánvállalkozóknak. Jó? Tehát ezt azért mondom, mert nem maradhat az egyensúlytalanság sokáig így, egyszer egy korrekciós tényező lesz, és ez azért lesz, de az ok és okozat az nem áll meg. És ahol ugye nagy nyomás van, az oda megy, ahol még üresség van és tér van, és ezt ki fogja tölteni. Jó? Pillanat. És ezzel nem azt mondom, hogy akkor hirtelen megtelnek az üres templomok. Nem erről lesz szó. Hanem az az aránytalanság, ami a Rajaszon belül most a fogyasztói, tehát a kereskedői réteg és a katonai réteg, az, hogy ekkora hatalom összpontosul a kezükben, és az értelmiség és a dolgozók ezek gyakorlatilag elvesztették az önállóságukat, tehát mind a kettő kiszolgálja a másik kettőt. Ez az írástudók árulása és a teljes ugye, adós rabszolgaság. És a kereskedői és katonai, az pedig abszolút a hatalmon van. Most egy ilyen világot élünk. Volt, amikor a brámin, az értelmiség, a papság, ez volt túlsúlyban, és az, hogy ez elmúlt, rövid időszakokban minden országban volt ilyen, vagy földrészen, hogy ez elmúlt, az azt mutatja, hogy nem jól sáfárkodtak az intellektuális hatalommal, vagy éppen az egyházi, transzcendens, vagy vallási hatalommal. Ezek mindig rövid életűek voltak. És ami nagyon hosszan megmaradt, az vagy egy nagyon-nagyon jó király vagy királynő, Mária Terézia, 40 év. Annak királynő kora, Anglia, szintén kb. Ennyi, imádták mind a kettőt. A királynők sokkal jobban teljesítettek, mint a királyok. Jó? És ez azért érdekes, mert a társadalom az egy olyan szövedék, aminek egy részét átlátjuk, de a folyamatok nagy részét nem. És itt szoktak a közvéleménykutatások megbukni. És inkább úgy szoktunk mostanában közvéleményt kutatni, hogy annak inkább meghatározó és ne leíró ereje legyen. Tehát megcsináltam a kutatással a közvéleményt. Úgyhogy ez azért érdekes, mert a társadalmi egyensúly zavara az mindenképpen a szélsőségek növekedésével jár, és innen veszed észre. Honnan tudod, hogy egy társadalomban baj van? Úgy, hogy nőnek a szélsőségek. Nőnek a szélsőségesen gazdag és szegény emberek száma, nőnek a szélsőséges kijelentések, nőnek a szélsőséges érzelmek, gondolatok, erőszakos cselekedetek, vagy pedig a televágyjal, lásd, ugye, kaszinók és ilyen elit lokálok, ahol nagyon kevesen, nagyon sokat tesznek, akár a vágy, akár a dű oldalán. És amikor ezek az amplitúdok beindulnak, tudod, hogy valami a középről elveszett. Tudod, hogy az egyensúly meggyengült. Tudod, hogy az emberek tudata polarizálódott. És elkezdett hatalmas szélsőségben mozogni. Na most egy ilyen zivatarban észnél maradni, középen maradni, normálisnak maradni, az egyik legnehezebb feladat. És ehhez kell az a tudat, amelyik nem mozdul, amelyik nem hűíthető meg, amelyik nem eszi meg a maszlagot, ami nem fizet elő illúziókra, amelyik tényleg igazi önmaga, és meri látni az igazságot. És ennek az igazságnak az alapján működik helyesen.
És ha nem ezen az alapon működik, akkor nem működik helyesen. És ezzel a polarizált szélsőségekhez, ellentétekhez ragaszkodó tudattal forgatjuk be egymást a szenvedésbe. Életről életre, percről percre, mindegy milyen hosszú idő, nézd meg a viszonyokat, nézd meg a kapcsolatokat. Nem csak az intelligens lány mondta a másik intelligens fiúnak, hogy egymást húzzuk a szarba. Ez az egész emberiségre igaz, és nagyon-nagyon nagy művészet, hogy ez veled úgy ne történjen meg, hogy te még közben tudj segíteni másokon. Úgy kavard, hogy ne rántson be a kanál. Na, hogyha valaki ezt belül meg tudja csinálni, akkor tényleg bódhiszatva. Na, az, hogy valakinek segítek, mindenki tud segíteni. De hogy ne rántson be a kanál, ne legyél se kapcsolatfüggő, se eredményfüggő, se ideafüggő, azért az nagyon nagy művészet. Oké? Okay? Én a korábbi kérdésre találtam volna valamit, tehát kérdeztem volna ezek a szalamit, hogy mit kell magamban, vagy bárkiben ahhoz megváltoztatni, hogy ez a kérdés, amit az ember föltesz egy fel a térdével kapcsolatban, hogy akkor most ez honnan jön, hogy az ne nyomjon az a rengeteg szemét információ, amit hogy szoktál fogalmazni. A zaj. A jel helyett a zaj. Vulgáris oda, hogy ilyet is mondtam. Igen, folytattad is a mondatot, de nem emlékszem, hogy mondtál ezekről a téveszmékről, amiket itt beépítenek az ember tudatában, hogy melyik betegség mögött, milyen szellemi tevékenység, vagy milyen mentális forrás rejlik. Mindegy, nincs jelentősége. Tehát az a lényeg, hogy mit kellene ahhoz tennem, hogyha én megkapom a választ, akkor ki tudjam szűrni a válaszból azt, ami kell, és azt, ami meg kell tartani, ami be akarok tartani, és ami nincs szükségem. Tehát rengeteg választ. Úgy tudod kiszűrni, hogy türelmes vagy. Ja. És a türelem az rózsát terem. Ezen is lesz több is, de legalább tudod, hogy melyik válasz marad a kérdés mellett. Ehhez kell a türelem. Tehát nem a sok tízezer, sok ezer, sok száz opcióra és lehetőségre koncentrálunk, akkor szétessünk, teljesen szétütjük magunkat. Hanem arra a központi kérdésre, ami például mondjuk a fájdalom kérdése, hogy mitől fáj. Az első ugye, zuhatagban egy csomó válasz jön és megy, és ilyen kavalkád van. De nem szabad utánuk nyúlni, mert akkor beránt. Mozdulatlan maradsz, megtartod a kérdést, és megnézed, hogy melyik válasz marad mellette. És akkor az az. És engedd, hogy ez megvalósuljon. Legyen türelmed, legyen annyi tiszta, nem ragaszkodó tudatod, legyen meg az a tér benned, ahol ez megvalósul. Hát ezt csináljuk itt azért elég komolyan, napi 8 órába, meg 10. Tehát erről szól a történet. Azt, hogy az interjú szobában jó teljesíteni, meg bemegyünk a tanítóhoz, és elbeszélgetünk, valami koankát is kapunk, az egy ilyen szinten mellékkörülmény. Nekem nem mellékkörülmény, meg neked sem. Bejössz, és akkor egyenesbe mennek a dolgok. De nem az a cél, az egy eszköz. Hogy azt a tudatot, ami ott letisztul, azt az intuíciót, amit ott megélsz, azt alkalmazd a mindennapi életben, ilyen helyzetekben is, meg más helyzetekben is. Mindenhol gyakorlatilag. Csak akkor nem kell vulgár interpretációkra hagyatkozni. Úgyhogy a jel és a zaj az úgy különül el, hogy a jelfogó nagyon tiszta. És akkor a jelt fogja, a zajt elengedi. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Hogy a meditálunk is, mint a fő kérdés az, hogy mi az, meg a mi vagyok én, és hogy egy bizonyos idő után megtapasztalsz, és hogy ez hogy lehet világosságra változtatni. Ezt már nem kell világosságra változtatni, ez már ő maga. Ez úgy jelent meg, hogy van ez a, hogy van maga világosság, de mégsem világítja meg a dolgokat, vagy ilyesmi. Te Norbi, nem gondolkodsz te egy kicsit túl sokat? Szerintem nem.
Hát a probléma nem ezt mutatja. Tehát amikor ezt a pontot túl gondoljuk, akkor kezdünk el a megnevezések meg az elemzések között itten vacilálni. Akkor lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Szerintem nem. Szerintem nagyon jól tetted fel a kérdést, csak most kihátrálnál belőle, azt meg úgy sem hagyjuk. Nem is vagyok itt. Hát hogy tettem volna kérdést? Na, szóval ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy ez a pont, ez. Nem több, nem kevesebb. Az eredeti tudatod az csak ilyen. És ne próbáljuk meg definiálni, használd, és kiderül, hogy jól tudod-e használni. És mindig törekedj arra, hogy újra és újra tisztuljon le. Újra és újra tér vissza a gondolkodás elé. Bármi szót, amit ráakasztanál, azt nyugodtan felejtsd el. Nem lehet megnevezni, mert ez az, ami megnevez. Nem lehet definiálni, mert határtalan és végtelen. Tehát, érted? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne próbáld fogalmilag azonosítani semmivel. A megvilágosodás az egy segédfogalom. Oké? Okay? És akik ehhez ragaszkodtak, ezért mondta nekik Lincsi zenmester, hogy aki kiejti a megvilágosodás, mint szó, tehát ezt a fogalmat a száján, az olyan, mint hogyha egy vödör szart öntene a fejére. Ez kellett ahhoz, hogy kigyógyítsa a fogalombetegségből a jó buddhistákat. Ez kellett. Ugyanez, tehát a zenmestereknek ezek a látszólag érthetetlen, vagy néha paradox, vagy durva cselekedet, ez mind ahhoz kellett, hogy kirobbantsa már abból az intellektuális kényelmi zónából az illetőt, ahova ő berámázta magát a saját tudása, műveltsége, meg egyéb ilyen jó tulajdonságai által. Jó? Tehát ne forgassuk át, hogy ez most világosság, nem világosság, felébredés, vagy csak félig, megvilágosodtam, de talán mégsem, én már jól gondolom, de azért nem tettem fel a kérdést, tehát ezeket a felesleges gondolatköröket, ezeket kerüljük. Rengeteg energiát lehet ezáltal. Tudtam, hogy valami még mocogod. Mondjad. Hogy, úgy tenném fel a kérdést, hogy ez a pont, ez nem tudom, hogy ez a pont, de minden esetben mondjuk a jelenlét, hogy a mentális próbálkozik jelen lenni, de hogy szóval, hogy nekem megvan egy jelenlét, hogy nem gondolkodok, vagy keveset gondolkodok, de ez nem párosul olyan szempontból világosság, hogy mondjuk egyértelműbbek lennének a céljaim, stb. Tessék nyugodtan azt a belátást, amit szerzel, ráfordítani arra a célra, amit szeretnél. Tehát a kérdést azt föl lehet tenni, hogy mi a dolgom. Tehát dolgozz az alapkérdése, hogy mi ez. Az, hogy mi vagyok, én azt nem javaslom, azt nem is tanítjuk. Az egy régi segédkérdés volt, amiről lemondtunk, abban két hiba van, az, hogy vagyok, meg én. Ez a két hiba van. De jó, hogy mondtad. Mert az arcodon ott volt az a törődés, hogy hát ezt ne hagyjuk már benne. Nem is hagyjuk. Nem, tényleg nem hagyjuk benne, ez már biológiailag is káros lenne, hogyha ez benne maradna. Tehát az úgy nem jó, az a szervezetnek nem jó. Tehát mi ez? Az ott nagyon törölmetszett, ebben semmi sallag nincs, hogyha valakinek ez nagyon személytelen, és úgy érzi, hogy fűrészpor folydogál lefele a gerincén, és az nagyon száraz, és nagyon, akkor ami vagyok, az még úgy elmegy. De az én nehogy beleted, mert csak rontasz magadon. Tehát az úgy az nem jó. Tehát ezzel a kérdéssel, mivel sokszor elismételjük, minden belégzés, az percenként legalább 12. Tehát az, érted, ezt elismétled annyiszor, és úgy beledolgozod magadba, hogy nem tudsz tőle megszabadulni. A mi ez, az nagyon jó. És a kérdezésnél is, ez most tetszeni fog, van egy olyan fázis, amikor már nem ismétled el a szavakat. Tehát a hadu, az szó nélkül létezik, ugyanúgy, mint hogy mondhatom azt, hogy eper, 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 vagy pedig felmutatom ezt. Ez idősebb volt. Nem nyúlok hozzá, nem nyúlok hozzá, nem nyúlok hozzá. A szóbeliség nélküli kérdés az nagyon jól tud működni, és nagyon jól tud központozni. És éppen ezért, mivel a kérdésnek határozott formája nincs, a generikus, az alap az a mi ez, azzal nagyon jól lehet dolgozni. Az tényleg nagyon jó jelfogó és zajszűrő. És akkor az lesz, hogy egyszer csak
azt kérdezed meg konkrétan rázúmolva a problémára, hogy mi a dolgom? És akkor az, hogy mi az életcélod, mit csinálj, milyen állás, milyen pénzként, mi a dolgom? És akkor megint kijön a film, és akkor a filmből a természetes szelekció az majd vágogat. Hülyesség, nem kell, nem tudom megcsinálni, nem leszek hegedűművész, nem leszek űrhajós. Tehát ilyenek. És akkor úgy szépen maradnak olyan lehetőségek, amiket már nem racionális tudattal kell megítélni. Az elején a racionális az a nagy vágás, tehát az, amikor a durva sorjákat lecsapod róla. És a finom, az már csak nem is érzelmi, végképp nem gondolati, hanem érzed azt, hogy melyikben mennyi energia van. Érzed azt, hogy melyik szól inkább hozzád, melyikkel tudnál inkább azonosulni, stb. És ez végig a kérdéssel. A kérdés tényleg úgy működik, mint a doktor bácsinak vagy a doktornének a stetoszkópja, ez a hallgató. Így végig szépen a felső testén, hogy hol zörög. Néha meg is kopogtatták régen. Van-e vízhang? Most nem tudom, hogy mostanában kopogtatnak-e, de kopogtatnak? Oké, kopogtatnak. De az a lényeg, hogy megnézed, hogy a test egyes részeiben mennyi energia van, van esetleg zörej, vagy egyebek. És akkor megnézed a kérdéssel, hogy a válaszban mi van. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Tehát tessék ennek teret szentelni, és tessék a kérdéssel dolgozni. Nem hiszem el a választ. Akkor tovább dolgozz a kérdéssel. És akkor majd lesz egy olyan válasz, amit elhiszel. Ha az se hisz, akkor megint tovább. Utolsó kérdés. Mondd. Visszatérnék erre a kérdésre, hogy amikor a hangot figyeljük, akkor mennyiben teljesen a kezünk a has alá, a tantjaimbe lehelyezzük ezt, a, ott kell éreznünk a hangot, vagy pedig definiálni, hogy nem ott ez egy repülő, egy légy. Az első. Vagy csak semmiféle következő. Zero címzé, zero definíció. Tehát nem definiáljuk, nem teszed semmiféle képernyőre, vágóasztalra semmi. A hangok vagy a csend egy egyenletes folyamban, és tényleg a tantiára fókuszálva létezik. Ennyi. És ez azért van, ezt megfigyelheted, mert hogyha a hangok felfogása teljesen tiszta, akkor a körülötted lévő tér érzete is tiszta. Ha meg nem, akkor a gondolataid és az érzelmeid a múltról, a jelenről, a jövőről, a jóról és a rosszról, a magadról és a másról alkotott képzett folyam átvette ennek a helyét. És ekkor iszott kortyokban a karmádat. Saját vizét issza vissza. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor a hangokat figyeled, akkor meg tudtad haladni ezt a tudatfolyamot, és rá tudsz látni dolgokra. És hogyha jól csinálod, akkor nem ránt be, nem ránt vissza. Tehát látod, mint hogy látod a vonatot, de nem kell rá felszállni. Tehát nyugodtan figyeld szépen a hangokat, és ahogy a hangok vagy a csend ugye adják ezt a tiszta pillanatot és tiszta teret, úgy ez az összes karmára igaz, és így nagyon tiszta látást ki lehet fejleszteni. És akkor, ahogy mondtam, sose utasítjuk el azt, ami a tudatban történik. Sosem. De nem is hívogatjuk. Nem is erősítjük. Nem is gyengítjük. Viszont kivonod belőle az energiát a jelenlétbe. A nem duális állapotba. A duálisból a nem duálisba, a széttagoltból az egységesbe, a múlt, jelen és jövőre szétosztottból a pillanatba vissza. Na, ez a nagy mágia. Az esküvő témájával kezdtük, kapcsolatokról beszéltünk. Mi a helyzet a szerelemmel, zárójelbe teszem, hogy vágy elhangzott? Hát az automat szerelem, vagy esetleg a komputeremet szerelem, vagy hogy melyikre gondoltál? Szerelem, mint érzelem. Az gyönyörű. Nemrég hallottam egy nagyon jó meghatározást, hogy a szerelem a legerősebb érzelem, és ezért a legveszélyesebb is. És ez ilyen nagyon érdekes, mert soha olyan hormonvezérelt állapotban senki nincs, mint amikor elszerelmesedik, és ezért van egy külön kategória arra, hogy a szerelmi állapotban miket tudunk elkövetni. Ez a crimes of heart, ugye angolul. Ugye? És hogy micsoda magasságokba és mélységekbe tud
ez az érzés elvinni minket. És hát erről most így regényeket lehetne mesélni, és költemények százait lehetne szavalni. Én most Catullust szeretném idézni, amely hát kicsikét ambivalensebben tárgyalja ezt, ugye? És ez először latinul, csak azért, mert közel van a bazilika, és a többit utána magyarul. Tehát ez odi et amo, quare id faciam fortassere quiris, nescio sed fieri sensio et excrucior. Jó, tehát a lényeg az, hogy gyűlölök és szeretem, tucatnyi fordítás van, gyűlölök és szeretek, nem tudom miért, de így van ez, és érzem, e kín keresztre feszít. Tehát az első nagy kimozdulás az érzelmi homeosztázisból az az, amikor egyszerűen szerelmesek leszünk, és a frász nem tudja, hogy mi történik velünk. Semmit nem tud, csak az, hogy valami teljesen átvette az uralmat, ami nem én vagyok. Na, itt indul a játék. És a szerelem az az állapot, most tényleg ilyen kis zen-szemszögből, unalmasan, az az állapot, amikor az éned először elvész. Tehát, hogy nem te vagy. Valami teljesen mást hoz ki belőled a szerelem, és a másikból is, mert az a szép, amikor kölcsönös. És amikor ez kölcsönös, akkor olyan erő és olyan hő szabadul föl, hogy abból aztán a pár vagy atombombát gyárt, vagy pedig atomerőművet. Ez a kapcsolat típustól függ, ugye, hogy mit gyártanak le. És azért érdekes ennek a tapasztalata, és azért ennyire fontos, mert hogyha ilyen hőfokon nem lehetne az ént, az egoitást elégetni, akkor nem tapasztalhatnánk meg a hétköznapi szinten egy teljesen átminősült, átalakult, egyé vált állapotot. És az egyéválás ugye akár lelki, akár fizikai szinten, jó esetben ugyanolyan pillanatban mind a két szinten tapasztalni, ez megismételhetetlen. Tehát akkor tényleg teljesen eltűnik az én, és a teljes egyéválás érzete van meg, és ez a szerelem tüzében ugye ízzik. Az a probléma, hogy ezután újra lehülünk, és újra megteremtjük a saját rusnya nagy énünket, és néha még rosszabbul, mint előtte. Tehát hány ilyen tapasztalaton kell keresztül menni ahhoz, hogy meglásd, hogy valójában miből vagy. Mi az, ami felizzik benned, és mi az, amit a másikból magadba olvasztasz, illetve átadsz a másiknak. Ez egy iszonyú fontos rálátás arra, hogy végül is mi történik a szerelem állapotában. És nélkülözhetetlen, mindenkinek meg kell tapasztalni, aki ember, mindenkinek. Anélkül innen nem megy el. Tehát tessék nyugodtan fülig szerelmesnek lenni, csak utána a szempillantásunk egy kicsikét fül fölé emelni, és körülnézni, hogy valójában mit csináltál. Tehát, hogy egyik kedvenc írómat idézzem, majd lehet találgatni, hogy ki az. A szerelem sötét verem, különösen, ha letakarják és ráülnek. Na, ki írta? Hát Rejtő Jenő írta, és az Ellopott futár című regényben, amikor Prücsök ugye elcsábítja a nagyon-nagyon erős embert, az egy verembe szépen aztán belekerül, mert Prücsöknek olyanja van, és aztán ráült és énekelt. Jó? Tehát nagyon fontos, csak utána az a kérdés, hogy ugye ebből a hőből mi lesz. És ez már tényleg a kapcsolat tudatos részén múlik, az átlátott részén múlik, hogy ezt az energiát hova fektetik be, mi lesz belőle. És azért kell vigyázni, mert úgy tűnik, hogy egy párkapcsolatban nagyon sok ugye végtelenített és végtelen számú ismétlés lehetséges. De valójában tüzelőt égetünk el, az érzelmeink, a gondolataink, az érintés tüzelője ég el, és hogyha túl sokat égetünk el egyszerre belőle, akkor nem marad a jövőnek. Akkor egyszerűen koksz lesz, és kiégettük egymást, csak azért, mert a szerelmet azonosítottuk az állandó örömszerzéssel. És ezt is meg kell valahol tapasztalni, hogy az öröm és a boldogság az bizony elkülönül egy idő után. Még nagyon nagy átfedés van, de 50 fölött már tényleg elkezd elkülönülni. Tehát amikor az ember erről ugye belül még nem tud döntést hozni,
akkor még hatalmas tévedések lehetségesek. És nagyjából ezért is mondják, hogy hát fiatalság, bolondság. A fiatal az nem bolond, csak még nem látta át, hogy az érzéseinek és az érintéseknek milyen következményei vannak. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy tényleg az énünk oldódjon fel ebben, és váljunk egyé, és ezt a fajta egységet tapasztaljuk meg. De itt nem lehet megállni. Egyrészt azért, mert az az egység nagyon-nagyon pillanatnyi, és utána pedig ugye van a vákum, és néha a depresszió utána. Kompresszió utána depresszió, tehát ez így megy. Úgyhogy tessék ezen is túllépni egy idő után, és meglátni, hogy ezt a hatalmas energiát hova szeretném fordítani, és hát általában a gyermeknemzésbe szokták a párok meg az otthonteremtésbe forgatni. És a finomabb mentális részről, arról a fényről, arról a háttérsugárzásról, arról el szoktak feledkezni sok-sok év alatt, hogy mit jelentett neki a másik 10 évvel azelőtt, vagy 15-20 évvel azelőtt, vagy amikor mondjuk először meglátta, és először az a villámot átcsapott. Ezt el szoktuk felejteni. Na, ezért nem szabad eltüzelni ezt a nagyon értékes tüzelőanyagot, ami a másik feltétel nélküli szeretete. Úgyhogy ez a nagyon sokféle változáson átmegy ez az érzés és ez a fogalom, hogy mi az, hogy szerelem, mert 20 évesen, 30-an, 40-en, 5-en mindig valami más van benne. Csak hogy ezen változások közepette azért fedezzük föl igazi önmagunkat, fedezzük fel a másikban az igazi lényt, és valahogy ismerjük meg, hogy ez a világ miről szól, és hogy működik. Ez valahol felvállalható ugyan, de szerintem tényleg emberi kötelességünk, mert különben a szenvedést a magunk által okozottat és a magunk által kényszerűen elvállaltat nem tudjuk csökkenteni. És akkor felébredés nélkül ott kódorgunk a saját karmikus köreinkben, és ismételjük az egészet szokásból, ragaszkodásból, félelemből. És nem kell így lennie. Mindig van választási lehetőségünk. Mindig. Úgyhogy én remélem, hogy mindannyian egyre jobban élünk a választási lehetőségeinkkel, és hogy együtt gyakorolhatunk nagyon sokszor, és azért, hogy ne csak magunkat, hanem ugye a kapcsolatainkat és a társainkat is segítsük azzal, hogy letisztulunk, és egy kevésbé önző, és inkább együttérző, és valahol egy mély, egyszerű bölcsességet kifejlesztő, meglátó lényé válunk. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, jó utat, és rengeteg kitartást. Köszönöm.